legendás rockzenekarok, a Metro, az LGT és a Scorpio alapító tagja mai vendégünk, aki a 60-as évek óta megkerülhetetlen egyénisége, a hazai könnyűzenének és olyan slágereket jegyez, mint a Citromízű banán a folyóparton ülve, vagy az Azt beszéli már az egész város. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Ki az, aki harcolt? És harcolni is fog. Frenn Reisz Károly, Kossuth díjas rockzenész, zeneszerző. Először zongorázni tanult, majd klarinéton és szaxofonon tanult megjátszani, míg végül a basszusgitárt választotta. 1965-től a Beat korszak legendás együttesében a Metróban zenélt. Ennek az időszaknak az egyik emblematikus száma a máig játszott Citromízű banán. Jelentős szerepe volt abban, hogy a Metro a 60-as évek végén a korszak legmodernebb zenei irányzataival is kísérletezett. 1971-ben alapító tagja volt a Lokomotív GT-nek, melynek 1973. januárjáig basszusgitárosa, fúvósa és énekese volt. Kéz, 1973-ban megalapította a Scorpiót, amely a mai napig kisebb-nagyobb megszakításokkal aktív. De ne tépelődjünk oly sokat, helyette issünk meg új húrokat, most triót alkot a családi kapcsolat. Legendás családból származik, nagyapja Gundel Károly, testvére Bújtor István, féltestvére Latinovics Zoltán volt. Számos filmzenét írt, és több nagyjátékfilmben is szerepelt, mint a Mély Rétegben, vagy a Nagy Generáció című alkotásokban. Sok szeretettel köszöntöm Frenn Reisz Károlyt a stúdióban, akivel nem először találkozom itt az M5-ön egy portré beszélgetés keretében, de a mostani alkalom apropóját csináljuk a Fesztivál című műsor adja, ami elindult itt a közmédiában, és azon gondolkodtam, hogy te, mint a Nagy Generáció tagja, ugye említettük is, és András Ferenc a Nagy Generáció című film rendezője is volt vendégünk, hogy ebben a filmben szerepeltél, és végigélted azt, amit most végigélhetsz újra a Csináljuk a Fesztivált keretében, sőt nem csak azokat a dalokat, amelyeket a Nagy Generáció tagjai írtak, hanem az egész 20. század nagy daltermését. Ezt hogyan éled meg, ezt a fajta újraélést? Hát én elsősorban nagyon üdvözlöm ezt az egész szerkesztési gondolatsort, ami itt a közmédiában van, erről a Csináljuk a Fesztivált produkcióról. Ugyanis én, aki már számítatok gyakorlott zsűritagnak, mert 3 évig a dalban zsűriztem, de ez egy másfajta megközelítése a zsűrizésnek, ez a Csináljuk a Fesztivált, mert itt ugye az a mottoja az egész sorozatnak, hogy keressük az évszázad slágerét, ami egy nem egy könnyű dolog. Én a kiválasztott és szerkesztett dalokat, amit megnéztem, 50 darab dal van a terítéken, és én talán mind az 50-nek adnék egy évszázad slágerre kitüntetést, mert egyik dal jobb, mint a másik, és egy nagyon fantasztikus, gazdag dal állományunk van a magyar szerzők, magyar előadók által csinált dolgokkal, és mondjuk hát én elég régóta személyesen is figyelem, és részese vagyok ezeknek a megmozdulásoknak, ami a magyar rock-pop könnyűzenei életben zajlik, és hát nem csak az én általam ismert és saját bőrömön tapasztalt dalokkal kapcsolatosan van itt lehetőségem, hanem régebbiekkel is, mert ugye 1915-20 körül kezdődik az első slágernek mondott és igazi slágernek is tartott általam dalokkal, úgyhogy én nagyon örültem ennek a felkérésnek, hogy részese lehettem ennek az űzésnek, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó irány, és szóval nincs most az, mint a dalban volt, ahol jött egy új dal, jött egy új előadó, és akkor nekem valamilyen kritikai észrevételeket kellett tegyek, részint azért, hogy a felhangzó vadonatúj szerzeményben mi a jó, mi egy kicsit, ami nekem kritikus,
az előadókkal kapcsolatosan mit lehetett megjelzni, stb. Ez most nincs. Itt a legjobb magyar dalok, slágerek, és a legjobb magyar előadók vesznek részt, úgyhogy gyakorlatilag nem is lehetett a zsűrinek feladata az, hogy ilyen durva pontozásokba menjünk bele, mert itt minden nagyon klassz, minden nagyon jó, és hát nagyon élvezzük a dolgot. Most az merült bennem föl, hogy azt mondtad, hogy legszívesebben mind az 50-nek kiosztanád az évszázad slágere címet. Na de kérdés az, hogy így a 21. század első 20 évének terméséből találnánk-e megint 50 dalt, aminek ki lehetne az első 20 évre vonatkozóan osztani ezt a címet. Arra akarok csak célozni, hogy minthogyha ilyen ikonikus slágerekből kevesebb termelődne. Jól érzem-e, te is így látod? És ha igen, mi az oka? Ha nem, akkor miért nem? Miért nincs igazam? Erre nehéz válaszolni. Nekem van egy konkrét történetem. Nekem lejárt a személyi igazolványom, és bementem a kormányhivatalba, hogy adjanak új személyi igazolványt, és kaptam egy új személyi igazolványt, amire az van ráírva, hogy érvényessége lejár 2077. január 1-én. És én ott álltam az ablaknál, és mondom, csókolom, ezek szerint nekem 131 éves koromba kell jönnöm fényképet cserélni, ezek szerint. Na, én azt mondom, azért hoztam ezt a hasonlatot, mert ezt majd 2060-ban, 70-ben fog csak eldűlni, hogy mik azok a dalok, amik megragadtak, mert egy 1980-ban vagy 70-ben írt dalnak, 1975-ben vagy 85-ben nem tudtuk volna megmondani, hogy ez egy örökérvényű dal lesz, mert akkor nagyon nagy sláger volt, de aztán vannak nagyon nagy slágerek, amik egy idő után egy kicsit elkallódnak, de viszont vannak olyanok, amik meg megmaradnak. Ehhez kell az idő mindenképpen. Tehát gyakorlatilag most a 2010-2020-as termésből én szerintem vannak nagyon jók, és meg kell várni, hogy mi az, ami talpon marad. És az az igazi sláger, mert a sláger van nagyon sok, de van egy zenítje és van egy lecsengése. Most olyan dalok, amik ezek közül a 1920-tól 2000-ig tartó sorban lévőktől még mindig sláger, és még mindig mindenki ismeri, és a fiatalok fújják a szövegeiket, stb. Ezt meg kell várni. Én azt hiszem, hogy erről most így ilyen hirtelen nem lehet. Értem, amit mondasz, és azt is értem, hogy mindegyikben, ami igazán sláger lesz, mindegyik dalban van valami megmagyarázhatatlan plusz, amitől az lett. De vannak azért objektív paraméterek, amitől igazán időtálló lesz egy szám? Na most, hogyha én ezt tudnám, néhány szerzőtársammal itt nagyon örülnénk, hogy ezt előre kiszúrjuk, hogy ez biztos, hogy olyan, mert hogyha ezt mi tudnánk, és ez mindenkire vonatkozik, az összes zeneszerzőre, az összes szövegíróra, akkor mi olyanokat gyártanánk, de hát ez egy lufi. Vagy eladnátok a receptet magát. Vagy a receptet valamilyen komolyabb összegére eladnánk, de gyakorlatilag nem tudni előre. Sose, egyszerűen most mondok egy dolgot, a Korda Gyurinek a Reptér című számát, ami 40 éve született, és egy akkora sláger most, hogy a 10 éves gyerekek azzal énekelnek meg, stb. Tehát én már mondtam a Gyurinak, hogy én azt hiszem, hogy az ő történetét ezzel a dallal kapcsolatosan komoly pop és rockzenei szakértők vizsgálgatják, hogy hogyan lehet az, hogy egy Korda Gyuri, aki nálam kicsit idősebb, és mégis a 10 éveseknek ráhatott a lelkére az utolsó egy évbe, és hát olyan népszerű lett a dal, hogy az fantasztikus, és az, hogy az Egy vérből valók vagyunk című dalt, amit fúj mindenki a futballmeccseken. Kim voltam a magyar-olasz válogatott futballmérkőzésen, és a Repteret is lejátszották, és azt ugyanúgy énekelte mindenkit. Nem lehet, nincs klisé. Mit adnak hozzá ezekhez a slágerekhez az új előadók, a fiatal előadók, akik előadják őket? Ezáltal kerülhetnek igazán közel a fiatalokhoz ezek a számok? Ezt nem lehet tudni. Én magam sem tudom, hogy tulajdonképpen van egy varázsa az eredeti előadónak. Mert egy előadó és egy dal, azok össze vannak enyveződve, össze vannak ragasztódva, azok együtt képviselnek valamilyen dalt, és az előadó ugyanúgy hozzátartozik
ahhoz, hogy egy dal sláger legyen, mint maga a szerző, tehát hogy jó-e a szám, stb. Viszont van ennek egy másik oldala is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy egy új előadó egy dalban új előre kap, és azt mondják, hogy jó, de egy mai népszerű fiatal előadó előadja a valamelyik régi dalt, és attól új előre kap, ez is benne van a pakliba, és tulajdonképpen van olyan, amikor egy feldolgozás, egy új előadó előadásában jobb lesz, mint az eredeti. Tehát ez is benne van, úgyhogy nagyon nehéz itt minden tulajdonképpen. És mi van akkor, hogyha Fran Rice-t játszik valaki? Tulajdonképpen örülök neki. Én nekem volt egy pár dalom, amit feldolgoztak, és itt ebben a műsorban is szerepel egy dalom, és nagyon klassz volt, amit nem én énekeltem eredetibe, nagyon klassz volt, és lehet, hogy ez most egy új lendületet fog adni a dalomnak, a töltjét csinálok a kezemből, énekli valaki, és hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a dolog, de mondom, nagyon nyílt a terep, nagyon nyitott minden, úgyhogy ezért jó ez az egész. Azt hiszem, hogy jó slágerekkel, jó előadókkal, mindegy, hogy az eredeti vagy egy új, ez jól működik szerintem. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert következik valaki, aki szintén részt vesz ebben a műsorban. Fran Rice Károly mellett olyan zsűritagok szerepelnek a Csináljuk a Fesztivált új évadában, mint a Kordaházas pár Feke Pál, Nagy Bogi vagy a most következő Balázs Andrea. Vele folytatjuk. Ilyen az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csoda volt. Nagyon örültem, amikor megláttam, hogy a Csináljuk a Fesztivál zsűriét fogja erősíteni Fran Rice Károly. Nagyon nagy megtiszteltetés vele akár egy légtérbe is lenni, nemhogy még egy zsűribe. Nagyon imádom a mondatait, a vicceit, a meglátásait, a türelmét, a szeretetét, amivel átöleli ezt az egész műsort. Én eleve nagyon büszke vagyok, hogy ott ülhetek ezek között az emberek között, mert azért úgy ül az egyik karé, és az azt hiszem, hogy még most is könnyeget csal a szemembe, hogy ott ül a csodálatos Balázs Klári, az ő szerelmével, a Korda Györggyel, és akkor a Fran Rice Károly. Tehát ez egy olyan erős kis mag, hogy úgy nézünk mindig rájuk, hogy ez igen, ez nagyszerű dolog. Nekem Fran Rice Károly maga a zene, és mindig is szerettem volna ugye basszusgitáros lenni, de sose sikerült. Ő soha nem tenném azt, hogy arról kommunikál, hogy ő a beat zene királya, pedig az. Nagyon, nagyon szeretettel nyúl minden egyes előadóhoz, minden egyes dalhoz, mindenkihez, és hiába tudjuk, hogy ő aztán az egészet le tudná játszani így, kisújból, akkor is végtelen türelemmel és szeretettel fordul mind az előadókhoz, mind a dalszerzőkhöz, és hát olyan zsűritag, akinek a környezetében is nagyon jó lenni, nemhogy még együtt zsűrizni. Nagyon érdekes volt a show kapcsán az például, hogy Fran Rice Károly egyik szerzeménye is volt a dalok között, és hát vártuk, hogy majd ő mit fog mondani, és akkor majd biztos nem tudom, hogy mit fog erre reagálni, hogy egyszer csak ott látja a versenydalok között az ő szerzeményét is, és hát annyira nem is meglepő, hanem annyira édes, csodálatosan, szerényen, saját magát lepontozva, kicsit olyan, én azt nem akarom, srácok, ne csináljátok. Tehát én azt hiszem, hogy ő ettől óriási nagy művész, hogy mi körbe rajonghatjuk, és hagyja, hogy imádjuk, de tökéletesen tudja, hogy kell bánni a környezetével. Hát majd a műsorból mindez kiderül, láthatjuk is majd ezt a bizonyos reakciót. Természetesen ehhez a dologhoz hozzátartozik az is, hogy nagyon sok csodálatos dalnak a szerzője, előadója már nincs közöttünk, és nyilván az elmúlt években számos veszteség érte a zenei szakmát, téged személyesen is, hiszen olyanok távoztak, akikkel nagyon jó viszonyt ápoltál. Hogyan éled meg ezeket a veszteségeket? Hát sajnos azt kell mondanom, hogy ez az életrendje, és mi benne vagyunk már abban a korban, hogy bármi megtörténhet, ugye, de amikor valaki egy kicsit fiatalabban megy el, mint ahogy arra készülni és számítani lehet, akkor az úgy megviseli az embert, az egész biztos, és volt egy pár ilyen az én közvetlen köreimből egy pár megható, vagyis egy meghatározó egyéniség, például a Balázs Fecó, szegény, aki elment,
Balázs Fecóval is állandóan veszekedtünk, hogy Fecó, ne mászkálj sehova, ne maradj a fenekeden, amíg ez a Covid ki nem derül, hogy mi van, meg hogy van. De ő csak ment, és csak ment izén. Kóbor János, aki szintén, hát ugye a Meki, aki egy ikonja volt ennek a műfajnak, és az Omega Front embereként fantasztikus volt, talán ő volt a legnépszerűbb ebben az egész csoportban, ebben a nagy generációnak vélt társaságban. Ő is dacolt a Covid-dal, és ez lett a vége sajnos, és hát nem örültem neki, és hát ráadásul nekem kellett mondanom a búcsú beszédet a Bazilikában, amikor búcsúztattuk a Mekit. Hát ezek úgy megviselik az embert, és amikor az ember közvetlen az oldaláról meg mellőle történnek ezek a dolgok, hát az nem jó. Én hát próbálom rögtön megérteni, meghallgatni, és felfogni azt, hogy mi történik, de azt hiszem, hogy nem keveredek abba, hogy ilyen negatív dolgok jussanak az eszembe, és megpróbálom elkerülni azt, hogy rám üljenek ezek a korra járó ilyen problémák. Én ezekkel nem foglalkozom, hál' Istennek. Nem is zavar az idő múlása? Tulajdonképpen nem, mert az ember, hogyha viaszkodik valami olyan dolog, amivel úgyse tud mit csinálni, annak nincs értelme. Szerintem. Mindig is ezzel a fajta nyugalommal szemlélted a dolgokat, az életet? Talán fiatalabb koromban nem annyira. Talán fiatalabb koromban többet foglalkoztam az idősödéssel, az elmúlással, mint most, de az utóbbi 30 évben ez valahogy engem kikerül. És igen, érdekes, hiszem, hogy pont fordítva működik. Igen, nálad. Igen. Én arra emlékszem, hogy amikor 30 éves lettem, akkor azt mondtam, hogy te jó Isten, mondom, fú, te kész, ez már mindjárt vége van. De utána, amikor 40-től fölfelé ment a dolog, csináltam a dolgomat, és ezzel abszolút nem törődtem, és nem is törődök. Úgyhogy... Említetted megint a kulcs szavunkat, hogy nagy generáció, és erre a nagy generációra így rád is a rock'n'roll fronton jellemző ez az életfogytig rock'n'roll. Talán nem is sejthették azok, akiket most említettél, hogy tényleg életük végéig a színpadon fognak állni. Mi hajtja ennyire ezt a generációt? Jó, távlatokba is nézhetünk, tehát a Rolling Stones is még színpadon van, tehát ez rájuk is érvényes, de mi ez? Mi ez a drive, ami bennetek van? Hát most szeretnék egy kicsit úgy visszatekinteni itt az egész elmúlt időszakra, mert ugye amikor 20 évesek voltunk és elkezdünk zenélni, akkor ugye két kérdés volt, amit jöttek ilyen újságírók, akik úgy érezték, hogy most jót kérdeznek. Az egyik kérdésük az az volt, hogy mi a foglalkozásodok? Mondtuk, mi zenészek vagyunk. Na jó, zenéltek az egy dolog, de mi a foglalkozás? Mert abban az időben, amikor mi 20 évesek voltunk, valaki vagy egyetemre járt, vagy melózott, és mellette zenélt. Tőletek is elvárták a szüleitek, hogy mindannyian, a Latinovics Zoltán bátyád, Bújtor István, és neked is legyen polgári végzettséged. Én elkezdtem járni a fogorvos tudományi karra az orvos egyetemen, de aztán én kimaradtam egy év után, mert addigra már Zoltán bátyám ugye építészmérnök lett, Bújtor Pista bátyám közgazdász lett, én meg elkezdtem tanulni fogorvosnak, akkor volt egy ilyen trend, hogy akinek valami diploma van a kezében, azzal tud érvényesülni. Tehát a szülőknek ez egy akkori elég fontos feladat volt, hogy próbáljanak ebben az ügyben mindent megtenni. Tehát volt ez egyik, hogy jó, zenéltek, de mivel foglalkoztok, és akkor mindenki mondta, hogy nem, mi zenélünk, mi csak zenélünk. Ez volt az egyik, a másik kérdés pedig az, hogy meddig lehet ezt csinálni? Na most nem volt nekünk arra példa, mert a rock and roll az 50-es évek közepén kezdődött, és a Chuck Berry is még csak 40-valahány éves volt, aki az első rock and roll számokat írta, és nem tudtuk, hogy ez meddig megy. És akkor én erre azt a választ mondtam, hogy én azt hiszem, hogy ez a műfaj az eléggé fog működni, mert ezt nagyon szereti mindenki, és én inkább a Meddig Tart című részt úgy apostrofálnám, hogy ha valaki sikertelen lesz, annak vége. Aki sikeres lesz, annak megy tovább, tehát gyakorlatilag nem korfüggő a dolog. Van egy 25 éves zenekar, akik baromi jók, és 28 éves korukban már nem emlékeznek rájuk, hogy voltak egyáltalán. Van, aki meg 21 éves korában marha jó lett, utána még jobb lett, és 70 évesen is. Én kimentem a generációs kollégáimat Bécsbe megnézni a Rolling Stones koncerten, kim voltam, és
meglepően fantasztikus volt. Én sokszor láttam a Stones-t, nekem nagy szerep, Keith Richard a kedvencem ebben az egész szakmában, és volt egy mondata, amit valaki nemrégen megkérdezett tőle, és az volt a válasz, hogy ha tudtam volna, hogy ilyen sokáig élek, akkor sokkal jobban vigyáztam volna az egészségemre, mondta Kisztcsán. Gyakorlatilag erről szólt, ők se tudták, hogy meddig megy. Senki nem tudta, és aztán látták, hogy ez egy életre szóló valami, és most már tudja mindenki, hogy ez egy életre szóló valami, és addig, amíg az ember föl tud menni a színpadra, kis segítséggel, egy bottal, vagy valami, vagy leül, és székből énekel, minden, a Phil Collins szegény, ez egy székből énekelt végig egy Genesis turnét, de ez egy élete szóló valami, és azt hiszem, hogy nagy öröm, mert a zenélés öröme, az a zene hallgatás is egy nagy öröm, de a zenélés az egy még nagyobb öröm, úgyhogy azt hiszem, hogy olyan szakmánk van, amit mindenki, aki csinálja, azt imádja. Egyelőre ez a végszó, mert mindjárt ismét beszélgetünk, de megint következik valaki, akit jól ismersz. Frenreis Károly időről időre összehívja zenekarát, a máig is működő Skorpiót. Az eredeti felállás egyik oszlopos tagjával folytatjuk, az Új Színház zenei vezetője Pap Gyula billentyűs következik. Szevasz, haver! Szevasz, haver! A legnagyobb dolog, amit Karesznak köszönhetek, Rodasz kötött hozzánk. És az Oriban volt egy olyan modell Hammond A100-as orgona, mint a John Lordnak a Deep Purple-ben, tehát ez azt jelenti, hogy egy zárt szekrény. Most én annak köszönhettem az orgonámat, hogy a Rodasz Scottnak nem lehetett látni a harisnyás lábát, ahogy orgonál vele, ezért vettek egy C3-as modellt, ami ugyanaz az orgona, csak az ABC-100-as az mind ugyanaz az orgona, csak a szekrény más. Tehát maga az orgonarendszer ugyanaz, és a C3-asnak le lehet szedni az elejét. És akkor látszik a láb. Na most ettől, és a Frenes Karesznak köszöntem azt, hogy valamilyen úton, módon, amit nem tudok, elintézte, hogy ezt az Ori eladja, és ráadásul nekünk, mert hajtott rá más is. De hát hiába hajtott rá, mert már mi toltuk ki akkor az orgonát, és azt is elintézte, hogy hát édesapám nagyon ágált az ellen, hogy rockzenész lettem, hisz a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába jártam zeneszerzés zongora szakra, és hát problémák voltak, mert elhanyagoltam a klasszikus akkor, a klasszikus tanulmányaimat, és édesapám végtelenül pipa volt, és Karesz följött hozzánk, és kikönyörögte édesapámtól az orgona első részletét, amit aztán én törlesztettem OTP-re. Nagyon-nagyon-nagyon. Én laktam a Karesszel egy szobában mindig, és igazán jó barátságban. Hát vele éltem meg azt, hogy soha az életben nem játszottam annyi embernek. 1976. május 1-én Kelet-Berlinben, az Alexanderplatzon 200 ezeren voltak, ami Hendek-Hokra 400 ezer kar. És délben is volt egy, a Alexanderplatzon, este pedig a TV-toronynál. Tehát a világ járást köszönhetem Karesznak többek között. Nekem most mennem, nem maradok itt tovább. Hát azt gondolom, hogy azért elég sok válasz van arra, hogy tulajdonképpen miért a Skorpióban találtad meg, mondjuk úgy, hogy azt a fajta nyugalmat, ami kell ahhoz, hogy egy együttes ilyen hosszan fennmaradjon, mert egyébként azért eléggé nyughatatlan zenész hírében álltál, és mindig váltottál, hogyha nem felelt meg az, amiben voltál. Meg hát, hogy látszik, hogy ebből a történetből is, amit az orgona kapcsán elmesélt zenésztársad, hogy mennyire kitartó voltál abban, amit akartál? Hát tulajdonképpen én azt mondhatnám, hogy a nyughatatlanság az egy dolog, de valamilyen lendület hajtott engem arra, hogy minél közelebb kerüljek önmagamhoz, és minél közelebb kerüljek azokhoz a dolgokhoz, amiket szeretek csinálni, és a lehető legkevesebb kompromisszummal kelljen élnem, és a szakmámat a lehető legkevesebb kompromisszummal kell csináljam és műveljem. És ezért voltak azok, hogy
én elkezdtem zenekarokból eljönni, új zenekart csinálni, utána megint eljönni, megint egy új zenekart csinálni. Többször azt mondták nekem, hogy te figyelj, te tiszta hülye vagy, ott van a Metro zenekar, a legnagyobb sztárok az országban, és te ott el akarsz onnan menni, meg hogy, meg minden, nem. És akkor azt mondtam, hogy tudom, és nagyon szerettem a zenekart, és nagyon jó volt minden, de úgy érzem, hogy lehet még előrébb menni. És akkor ezek hajtottak engem előre, borzasztó nagy volt a lendület, és hát ugye hozzá kell tennem azt, hogy a harmadik zenekarom alapításánál még mindig csak 27 éves voltam, úgyhogy akkor még a fiatalos lendület benne volt az emberben, de én azt hiszem, hogy nagyon megérte, mert én elsősorban borzasztó szinten szerettem azt a zenélést, azokat a próbákat, amikor összeraktuk a dalokat, a hangszereléseket megcsináltuk, mindenki szuper zenész volt, mindenki baromi jól játszott a hangszerén, tehát egy ilyen megágyazott terepen dolgoztunk mindenhol, a Loksiba is, a Skorpióba is, mindenhol, és hát borzasztóan élveztük a dolgot, és egyre több ötlet jutott eszünkbe, meg minden, stb. És aztán a következő az, hogy rengeteget turnéztunk, én imádtam, engem ilyen színpadi embernek tartanak úgy tulajdonképpen állítólag, és én valamire éreztem azt, hogy a színpadon az igazi helyem, és rengeteget turnéztünk. Mi voltunk a legtöbbet turnézó zenekar itthon és külföldön, és hát a jó hangulat a zenekaron belül az elengedhetetlen volt, és a technikusokkal, a ródokkal együtt ültünk mindenhol, és nekünk volt egy adott társaságunk, akárhova mentünk, akár Finnországba voltunk, akár Kanadába voltunk, minden, meg volt a saját csapatunk, tehát mi együtt mindig jól éreztük magunkat, és volt társaságunk, ami nagyon fontos volt. Ha már a lendületet említetted, akkor a Rohanás című lemez címe nagyon szépen tükrözi ezt a lendületet. Együtt rohantatok végig ezeken az évtizedeken, de az is eszembe jutott most ezzel kapcsolatban, hogy vajon annak, hogy valakire azt mondják, hogy nagy formátumú zenész és egyéniség, mennyire zálog az, hogy ez a fajta belső szabadsága meglegyen, ez a fajta, mondjuk úgy, hogy a kompromisszum megkötésének hát határt szabjon. Hát hogy mondjam, vannak az embernek, illetve kell, hogy legyenek az embernek belső érzései, belső gondolatai saját magáról. Elsősorban a legfontosabb az, hogy egy zenész tudja, hogy hol a helye. Hogy egy zenész, de egyébként ez nem csak a zenészekre vonatkozik, másokra is, ne próbáljon többet annál, mint amennyit tud. Próbáljon annak a mezdjén, a határ mezdjén működni, mert például, hogyha valaki egy nagyon jó szaxofonos, és nagyon jól improvizál, és nagyon klasszul játszik, de hogyha elmegy egy olyan bizonyos tempó fölé, ami már neki nem megy, akkor arról azt mondják, hogy az nem jó. Viszont hogyha ott marad a helyén, akkor is egy tökéletesen jó zenész. Tehát gyakorlatilag a legfontosabb az, hogy az ember lője be magának, hogy hol a helye, hol mit ér. Ehhez képest mindent meg kell csinálni, gyakorolni kell. Én a basszusgitáron elég sokat trappoltam, amíg sikerült olyan dolgokat eljátszunk, mint a Tátrai Tibivel például, olyan hangszereléseket játszottunk, hogy vicsorogva játszottam végig, a Tibusz azért lejátszotta könnyedén a 6 húrján, én a 4 húról vicsorítva játszottam vele együtt ezeket az uniszonokat, és megoldottuk, és megcsináltuk, és nagy örömmel telte, hogy nem volt hiába valók ezek a hangszerelések, ezek a zenélések, ezek az improvizációk, mert a mai napig örömmel halljuk azt, hogy mai fiatalok hallgatják a Skorpió lemezeket, a Zene 10 húrra és egy dobosra című trióban készült lemezünk nagyon tetszik a mai napig a feltörekvő és zenét tanulni akaró fiataloknak, aminek nagyon örülünk. Ez már egy kicsit olyan, hogy átadtunk egy bizonyos dolgot az utókornak, amit én nagyon fontosnak tartok, és az, hogy a zenélésnek az öröme, az nem csak az, hogy én néha ülök, és nézem a televíziót, és látok egy hihetetlen épületet, látok egy telefont, ami 170 millióféle dolgot tud, hogy ezek a kutatók, hogy ezek hogy viszik előre a világot, és mi, mint zenészek, én úgy érzem, hogy a legjobb az, hogy ezeknek az embereknek mi örömet tudunk okozni, mert a zenét mindenki általában szereti. És ez egy nagy dolog nekem.
például. Azt mondtad egyszer, hogy még körülbelül olyan 15-20 lemezre való ötleted lett volna, csak nem volt idő ezeket kivitelezni, mert annyi mindent kellett csinálni. Ezeknek mi lesz ezeknek az ötleteknek a sorsa? Hát ez szomorú. Ez egy szomorú dolog. Itt többféle dolog játszik az ember fejében. Először is az, hogy ugye elmúlik egy kicsit az idő, és az ember még tele van ötletekkel, megcsinálna. És amikor megtudja azt, hogy a kereskedelmi televíziózás, a kereskedelmi rádiózás a 18-49 közötti kategóriában lőtte be magát. Tehát azt a korosztályt akarja megfogni. Na most én 55 évesen, ebből már kiestem, pedig 55 évesen, ami 21 évvel ezelőtt volt, 55 évesen én még marha sok mindent tudtam volna játszani, csak hogyha az ember megcsinál egy lemezt, és akkor azt mondja, hogy nem játsszál a rádió, mert ez nem az a korosztály, amit mi szeretnénk támogatni, hanem egy idősebb korosztály, és ez nem csak az én problémám volt, ez nagyon sok zenész kollégám beszélgettünk erről, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyhelybe járás történik, és akkor az embernek egy picit elmegy a kedve a produktív munkától, elmegy a kedve attól, hogy alkosson, hogy csináljon. Tisztelet a kivételnek, mert vannak, akik tovább csinálják. Engem mindig egy kicsit elvitt ugye a koncertturnék zaja, meg az ugye az sok időbe telik az ember, végigcsinál egy turnét, és utazik éjjel, minden nap reggel föl kell, megy a következő útra, meg stb. És ez is egy kicsit hátráltatott az időben. Én mindig mondtam azt, hogy ha valaki megkérdezi, hogy mit csinálnék másképp, akkor mindenképp azt, hogy több zenét írnék, több zenét szereznék, többször foglalkoznék a kreatív dolgokkal, mint ahogy eddig foglalkoztam. Ha már a kreativitást említetted, hát azt hiszem, hogy ha valaki elmondhatja magáról, hogy kreatív családból jön, akkor az te vagy, hiszen már említettük röviden a bátyáidat, Istvánt és Zoltánt, Latinovi Zoltánt és Bújtor Istvánt, és hát persze ne feledkezzünk meg a nagypapáról, Gundel Károlyról sem, a híres Gundel étterem kapcsán. Most egy kicsit a családról lesz szó, és aztán megint beszélgetünk. Ahogy elhangzott, Frenreis Károly egy valóban legendás családból származik. Most egy fiatalabb rokonnal, vendégünk unokaöccsével folytatjuk. Bújtor Balázs hegedűművész következik, akit Rómában értünk utol. Többiek István filmgyárból jön, rögtön itt lesz. Kacsi, az mindig késik. Itt vagyok, elkéstem. Szóval ő a kisöcség. Kisöcség, igen. A gyerekkoromban valaki meg akart venni, mindig őt hívtam segítségül. Gyerekkori élményeim a Körösszel kapcsolatban mindig egyféle úton voltak, hogy mindig megérkezett, és jó kedv érkezett vele. Ilyen felhőtlen, jó kedv, szevasztok, üdös kölyköt, már vártuk ezt a mondatot, mindig ezzel kezdett. És akkor előkerült egy kisebb fajta rágógumi, lenyelős rágó, tehát ilyen menő dolgokat azért mindig kaptunk. Valószínűleg nagyon jó testvérek voltak, azért voltak balhék. Pont Karesz mesélte egyszer egy interjúban, hogy óriási bunyomba voltak, de egyszer csak csörrent a kulcs a zárba, megérkezett a nagymamám, nyílt az ajtó, és onnantól kezdve egy irányba harcoltak, a rendrakás mesdjéjén indultak el, és mire belépett a nagymamám a szobába, már békésen ültek egymás mellett a kanapén, és a szőnyeget így söpörték el, minden rendben van. Nagymamám persze átlátott a szitán, de jó nagy csibészek lehettek, de alapvetően nagyon jó testvérek voltak. Szája meg annyi bája, tetőtől talpig kincs, fánya, nagy hozománya, örök lakása, ez van, ez nincs. Hál' Istennek nagyon jóban vagyunk, többször szoktam hívni mindenféle régi dologgal kapcsolatban, mert mindenre emlékszik, és ez egészen fantasztikus. Elég erősen gyűjtöm az automodelleket, és az egyik kedvenc autóm a 115-ös Mercedes, az E115-ös, ez az álló lámpás. Neki volt ilyen, és kérdeztem, hogy hát tudja a rendszámát, mert akkor úgy lenne az én modell gyűjteményemben ez az autó, azonnal rávágta, hogy UX95-95, és ilyen sárga volt az autó, hagytam a rendszám is, hogy UX95-95, ezt így meg is építettük. De bármiben tudok tőle segítséget kérni, azonnal tud. Nagyon gyors és nagyon jó megoldásokat mondani, úgyhogy remélem ez 25-30 évig még bőven itt így marad.
Most elárulom, hogy az imént interjú részlet alatt mondtad Balázsral együtt az autónak a számát, vagy típus számát, rendszámát, úgyhogy látszik, hogy... A Balázs ebben a beszélgetésben füllentett, mert nem én emlékszem mindenre, hanem ő emlékszik mindenre, fantasztikus, és különösen, ami az autókat illeti, minden kocsinknak, ugye hát minden családban volt 8-10 autó ugye az idők folyamán, és mindenkinek tudja a típusát, az évjáratát, a rendszámát, stb. És mindenről megvan egy ilyen kis modellautója, úgyhogy az egész családi autótár Balázsnál szerepel. Egyébként Balázs nagyon szeretem, és egy fantasztikusan tehetséges zenésznek tartom. Hát, mint Heged is, ott voltam az Zeneakadémiával, az Zeneakadémián a vizsgakoncertjén, és arra is emlékszem, hogy Bartók Kontrasztok című zenéjét adták elő, amiben van egy rettenetesen nehéz klarinétos, és én klarinéton végeztem a konzervatórium, és csodálattal hallgattam a fiatal srácnak a klarinét művét, és hát a Balázs, azt végignéztem, az egész vizsga előadása fantasztikus volt, és ő a mai napig az egyik első számú hegedű művész az országban, és nagyon büszke vagyok rá. Mint ahogy a bátyáidra is nagyon büszke vagy, és te is teszel azért, hogy az ő emlékük tovább éljen, és hihetetlen, hogy mennyire eleven az alakjuk most is, a 21. században is, ha már a nagy formátumúságról ugye beszéltünk korábban. Egy ilyen családban felnőni, ahol ennyire tehetséges felmenők is vannak, ugye Gundel Károlyt is említettük, és testvérek vannak, nem okozott az soha megfelelési kényszert benned? Erről sokszor volt már szó, én tulajdonképpen ez egy ilyen kusza helyzet, ami nálunk a családunkban volt. Egy, a szüleink sosem készültek arra, hogy belőlünk művészeket neveljenek, erről szó sem volt, ez az egyik. A másik az Gundel Károly nagypapám, hát azt úgy kaptuk készen, ő egy fantasztikus ember volt, és ő a Zenitjén már, mikor mi születtünk, már tulajdonképpen túl volt, mert 1947-ben a proletár diktatúra kidobta az étterméből, és nagyanyámat kitelepítették 13 gyerek szülése után, mert 13-on voltak édesanyám még testvérek. Tehát ott már nem volt, előtte ő már a 30-as években már volt a Gundel Károly, és az, hogy a mai napig az ő szakácskönyve 8 nyelven megjelenik, majdnem, hogy évente, az is egy nagyon komoly dolog. És a családunkon belül meg volt egy kis fordulás, mert még kérdeztek, hogy hát inspiráltak téged a bátyáid arra, hogy te is a művészeti pályára menjél valamilyen módon. És tulajdonképpen az igazság az, hogy én voltam, aki legelőször kezdte az egészet, mert én 5 éves koromban elkezdtem zongorázni, és ott gyakorlatilag 1-2 év alatt már elköteleztem magam a zenélés irányba, és a testvéreim azok később kezdtek el, annak egy ők az idősebbek, de tulajdonképpen hát ugye Zoltán bátyám, amikor a Cisztel gimnáziumban Bajor Gizi megnézett egy ilyen önkézőkéri előadást, és azt mondta, hogy fia, magának színésznek kell lennie, és ez az Zoltán bátyámnak belerögződött. És elvégezte utána a műegyetemet, és utána ment csak el segédszínésznek a Debreceni Csokonai Színházba, azt hiszem, hogy 730 forint volt az első havi fizetése, és az 1957-ben volt, 57-58-ban, és hát én akkor már 6 éve zongoráztam. És a zenélés azóta is tart, azt mondtad egyszer, hogy apró lépésekben kell haladni, és akkor lehet jól előre jutni ezen a pályán, mindig csak egy kicsivel kell többet akarni. Most mit szeretnél? Mi az a kicsivel több? Hát ugye az idők folyamán, hogy a legtöbb ember az égkorokban azt mondja, hogy egészség legyen, ami mondjuk oké, hála Istennek azt hiszem, hogy ezzel én nem állok rosszul, mert úgy érzem, hogy kevés betegségem van, ami kell. A zenét továbbra is imádom, terveim továbbra is vannak, kicsit csúszva, de elindítom az életrajzi könyvemnek a megírását jövő év elejére. Jövőre van egy nagy időpontunk, 50 éves lesz a Skorpió zenekar, és egy nagyon nagy koncerttel szeretnénk erre megemlékezni. Elkezdtük az előkészületeket, de hát az valamikor vagy augusztusban, vagy szeptemberben lesz, csak 2023-ban.
Úgyhogy van most is terv, tervnek mindig kell lennie. Lehet, hogy az ember kicsit lassabban csinálja, nem olyan tempóban, mint régebben, de azért kell, hogy menjen valamilyen irányba a dolog. Menni fog, én biztos vagyok benne, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!